20 éves születésnapját ünnepelte az Aknasz Latinai Magyar Nyelvű Óvoda. Idén harmadik alkalommal tartottak bibliai hetet a Munkácsi Szent István Líceumban. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a Hitélet mai műsorában, amelyben a Munkácsi Római Katolikus Egyházkerület életébe engedünk bepillantást. Úr Jézus karjába vette a gyermekeket, megölelte őket, megáldotta és utána kutyukra bocsánatta őket. 20 éves az 1999-ben alapított Aknasz Latinai Magyar Nyelvű Szent Anna Óvoda. A Szórványvidék intézményét a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye hozta létre azzal a céllal, hogy a gyermekek megtartsák, megéljék magyar identitásukat, és fejlődjenek a hitben. Amiben a gyerekek nem csak étkezni kapnak, hanem tanulni, magyar beszédet tudják gyakorolni, ami a családoknak egyébként is a lehetősége. Megkapják a hittanképzést, megkapják a családok az egymással való jobb összefogást, szintén a kulturális továbblépést, és úgy gondolom, hogy ez jól bejött. És hogyha nincs a 98 a sárvíz, akkor ez az óvoda, és a többi, a nagy bocska és a Gyertyán Légeti óvoda se alakult volna. Igazából nagyon örülök neki, hogy az óvónők ennyire lelkesen és önfeledten dolgoztak. Az elején nem is volt pénzünk, és amikor nem tudtam nekik fizetést adni, akkor azt mondták, hogy nem baj, tisztelt úr, a bányában már 8 hónapja nem kap a férjem fizetést, és mégis dolgozik, mert hát a munkahelye meg a nyugdíja és egyebek miatt dolgoznia kell, úgyhogy ha néhány hét hátraléka van, ne izguljon, mi szeretjük a gyerekeket és tanítjuk őket. És ez annyira jól esett, hogy partnerek voltak és nem kritizáltak. Egészen más élni egy Isten kapcsolatban. Amilyen az embernek az Istene, olyan lesz az élete. A világ legnagyobb problémái az Isten képnek a különbözőségében vannak. Tehát ha valakinek Jézus Krisztus az Istene, és a karácsony nem az ajándék, hanem a kis Jézus, megszületett a szeretet, aki tényleg a szeretet, a szűzanyával egy olyan emberi kapcsolat van, ami valóságosan megtörtént, és hogyha ebben részt vesznek a szülők, az imádság élet a számukra, akkor a családi életük is élet, gazdag élet lesz, vagy ugyanígy a húsvét is nem, szintén nem az ajándékokon van a hangsúly, hanem az igazságon, a hűségen, a föltámadáson, az örök életen, és akkor egy reményben élő ember egészen másképp fogadja a környezetének az elnyomását, az igazságtalanságokat, a megkülönböztetéseket, és mégis megpróbáltatások ellenére méltó emberi életet él, mert az Úr Jézus ehhez vezeti, tehát egy megfelelő Istenkép, amit az Úr Jézus ad nekünk, megfelelő emberi élhetőséget ad. Az óvodát az elmúlt évtizedben több alkalommal is fenyegette a bezárás veszélye, hiszen az ukrán állam nem nyújt támogatást annak fenntartásához. Jelenleg a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány magyarországi és helyi támogatók biztosítják az intézmény működését. 20 évesek vagyunk, és ilyenkor felmerül bennem a kérdés, hogy 20 év időbe az sok vagy kevés, de gondolom, hogy ilyenkor nem időbe, hanem hálába kéne mérni az időt. Hálás vagyok én mind azért, elsősorban Jóistennek, hogy létrejött ez az óvoda, utána az alapítónknak, Domokos atyának, aki megálmodta intézményünket, és nagyon remélem, hogy megfeleltünk az elvárásainak. Az óvodába 52 gyermek jár, ahol egy kis és egy nagy csoportban folynak a foglalkozások. A születésnapi és egyben ballagási ünnepségen 18 gyermek búcsúzott az óvodától. Mivel foglalkoztok egész nap az óvodában? Játszunk, eszünk, rajzolunk. És miért szeretsz óvodába járni? Hogy érzed itt magad? Jól, mert játszok az embarátnőmmel, és a többiekkel is. Mit fogtok most előadni az ünnepségen? Fogunk lufikat kiengedni a kezünkből. Fogunk táncolni, párostánc. Fogsz valamit énekelni is? Igen. Mit fogsz énekelni? Fogok énekelni, hogy a óvodában járni jó. A Szent Anna óvoda születésnapi ünnepségén egy különleges előadó is bemutatkozott.
Vanessa egyike azoknak az ifjaknak, akik az óvoda működésének első éveiben részesültek a gondoskodó, vallásos nevelésben. Én 2002-ben kezdtem itt az óvodát, első között voltam az óvodások között. Nagyon jó emlékeim vannak, hisz máig is jó kapcsolatot ápolok az igazgatónővel. Sokszor mesél számomra olyan történeteket, amikor olyan csintalanságokat követtem el, ami számomra is nevetséges, de mások kínosnak hinnék. De szó, ami szó, az egész csapat is, a kollégák is olyan hitben élnek, ami az emberek számára fontos lenne a mindennapi életben. Az óvodásoknak olyan körülmények jutnak, ami más óvodákban nem, hisz keddenként és csütörtökönként is, már ez a 2000 évek elején úgy történt, hogy keddenként és csütörtökönként templomba jártunk, misékre, és ez meghatározta a mindennapi életünket, a hit életünket. Az Aknasz Latinai óvoda nem csak a gyermekek fejlődését segíti elő, fontos szerepet játszik a közösség életében is. A településen a magyarok aránya nagyon alacsony, így a magyarság megtartása érdekében már kisgyermekkortól tudatos nevelésre van szükség. A világ fejlődik, és mi, amikor tanultunk, és hát ahogy mi nőttünk fel, az teljesen más, mint ahogy manapság. És ebbe az oldalba ezt most meg tudják adni, tovább tudják adni azt az igazi magyarságot, amit mi annak idején nem kaptunk meg. Milyen terveik vannak a jövőre nézve? Megmaradni. Megmaradni romai katolikus, aknaszlatinai romai katolikus magyarnak, hogy ne legyünk szorványba, hogy ne kellesen vasárnapi iskolába tanítani a magyart, hanem annyira kevesen vagyunk, hogy szinte a Szent Anna óvoda és a Bolyai János középiskolán kívül, természetesen az egyházon kívül nem is lehet magyar szót hallani, és nagy öröm számomra, mikor vége, elveszik a szülők a gyerekeket, vége az óvodának, és itt maradnak a játszótéren is magyarul beszélgetnek egymással. Az Aknasz Latinai Szent Anna óvoda kulcsfontosságú a felső tiszavidéki magyar közösség megmaradása szempontjából. Az óvoda fenntartói és vezetői erejükön felül dolgoznak az intézmény anyagi hátterének biztosításán és a gyermekek nemzeti, vallási nevelésén. Műsorunk befejező részében Munkácsra látogatunk, ahol harmadik alkalommal rendeztek bibliai gyerekhetet. Vallásos nevelés, rengeteg játék és közösségi program. Röviden így lehetne összegezni a harmadik bibliai gyerekhét lényegét. A rendezvénysorozat a Munkácsi Szent István Líceumban zajlott. Elsősorban meghirdettük a plébániánk az egyházközségünkben. Elsősorban a hitoktatók szerte ment szét a hír, másodszorban a magyar iskolában, de a gyerekek hozzák a barátaikat, a testvéreiket, és nem teszünk különbséget köztük. Vannak köztük reformátusok is, vannak köztük pravoszlávok, vannak görögkatolikusok, vannak magyarok és vannak ukránok. Némelyik programot, meg az aranymondást is, amikor a csapattól függ, meg kell tanulni velük ukránul is. Tehát úgy van felépítve az egész program, hogy van 5 csapatunk, korosztályra bontottuk őket, színek szerint sárga, piros, zöld, kék, és narancsárga, és tehát ezekben a csoportban nagyon vegyesen vannak. És az a helyzet, hogy az egész program forgó színpadként működik, és tehát megvan a közös program az elején, ami jelenetekről szól, utána minden csoport elmegy az állomására, egy csoport itt marad tanulni az aranymondást, és a korosztálytól függően van olyan, hogy improvizálni kell velük. Tehát vannak nagyon szétszórt csoportok, amikkel már nem tudsz mit kezdeni, és akkor gyorsan ki kell találni valamit, de vannak nagyon összeszedett. Egy 6-os gyerek az meg tudja tanulni az aranymondást, egy 6 éves gyerek nem tudja még elolvasni sem, úgyhogy velük csak hallásból, de nem erőszakosan, szeretettel,
és megpróbáljuk el is magyarázni nekik, hogy miről is beszélünk, miről is szólunk. Napközben még oda is figyelünk arra, hogy viselkednek egymással. Például tegnap titkos szövetséget kötöttünk minden csoporttal külön, például az egyik csoportnak az volt a feladata, hogy cukorkát kaptak, és azt oda kellett adni a társának, nem egyedül kellett megenni a társának. A másik csapat titkosan egy ölelést kapott, a másikat egy idegent meg kellett ölelnie. Tehát voltak egy ilyen titkos összeszövetkezéseink voltak velük. Ugye ezt nagyon élvezték, hogy ők is tehetnek másért valami jót. Forgószínpadnak hány állomása van, és mit kapnak ott majd a gyerekek? Hát ugye 5 csapat, és ehhez ugye a forgószínpad is 5 állomásonként működik. Tehát van az aranymondás, van a kézműves csoport, van az elmélyítés, ahol meg is néznek egy kis filmet, és akkor beszélgetnek, hogy egy látványos bemutatást is kapnak a mai ígéről, a mai témáról. Van egy negyedik a játék, és van egy ötödik, ahol étkeznek, ugyanúgy keresztény módra. Imával kezdik, imával befejezik, odafigyelnek egymásra, úgyhogy a vezetők és a segítők is mind odafigyelnek arra, hogy tényleg szeretettel működjön az egész napjuk, úgy teljen el a játékban. És olyan érdekes karakterek jönnek elő, hogy ugye versengenek, és akkor ott meg kell próbálni őket úgy megbékíteni, és akkor hogy figyelemmel figyeljék egymást, hogy hogyan viselkednek a másikat. Minden napnak meg is van a mottója, ha jöttetek be, talán álltátok az udvaron, hogy de az első napnak, hogy örülök, hogy itt vagytok. Ez az első. A második napon hozzátettünk ilyen, hogy a gyere utánam, ez a mottója az egész programnak, és ilyen talpacskák. És le vannak rakva a kis talpacskák, a gyereknek a talpacskája, ott vannak a nagy talpacskák, Jézus talpacskája, hogy kövessék Jézust, és utána van a motto, hogy örülünk, hogy itt vagytok. A második nap az volt, hogy figyeljünk egymásra, és egész nap arra figyeltek ők is, mert mi is arra figyeltük, hogy próbáljuk őket irányítani. A mai nap meg arról szólt, hogy szeretlek benneteket, vagy szeretlek titeket. Tavaly is úgy tapasztaltuk, hogy az elejét kezdtük 60 gyerekkel, a pénteken már az utolsó napon voltak majdnem 100-an, de még pénteken délben is hoztak egy gyereket, hogy itt van az a jó tábor. És 80 gyerekkel kezdtünk, körülbelül plusz-minusz 80 gyerekkel kezdtünk. Ma látványosan többen vannak, a székekről tudjuk megítélni, hogy ugye hányan vannak. Még nem összesítettük, mert regisztráció van, korosztályra osztás, bontás. Tehát ez azt jelenti, hogy? Hogy nagyon népszerű ez a program. Elsősorban azért is lett kitalálva már tavaly, ugye most másodéven csináljuk ezt, tavaly azért lett kitalálva, hogy például a kibocsájtott, oviból kibocsájtott gyerekeket, a 6 éves gyerekeket, a szülők nem tudják hova tegyék. Nincsenek nagyszülők, szülők dolgoznak, és ugye az alsós gyerekeket sem. A nagy gyerek már el tud otthon boldogulni, de a kicsit még, kicsiket nem merik otthon hagyni. Úgyhogy nekik még kevés is, hogy csak 5 napról szól az egész program, ők élveznék, ha egész 3 hónapban lenne egy ilyen napközi tábor. Minden nap van valami olyan, ami annyira dopingon, annyira feldob bennünket, annyira ad erőt, hogy látod a célt, hogy látod, hogy nem fölöslegesen csinálod ezt. Mert a gyerekek visszamosolygása, amikor már énekelnek, annyira boldogan énekelnek, hogy már megtanulnak, és szerintem, hogyha megmarad bennük az, hogy hazamegy és dudolásza azokat az énekeket, meg is rögződik a szöveg bennük, mert vannak olyan ugye, énekek is, ami zsoltárokból idézett szavak, vagy egy-egy igét, amit itt megtanul, és még azzal ébred fel, például én is ma reggel azzal ébredtem fel a tegnapi igét, csak ismételtem magamban, és ők is, ha ez megmarad bennük egy életre, biztosan, hogy sokat adtunk nekik. És közelebb hozok Istenhez, ez biztos, hogy fontos számukra, hogy tudják kihez forduljanak, ha bajban vannak. Vagy ha nem is, hogyha egyszerűen osztani akarják a szeretetet, hogy tudják, hogy merre kell fordulni. A bibliai gyerekhét alapötlete a Nagyberegi Református Líceum hitoktatóitól származik. A szervezők ezt alakították át a római katolikus hit követelményeihez igazodva.
A tábor alapjául a Timoteus első levelét választottuk, ahol arra buzdítjuk a gyerekeket, hogy ők is kicsi létükre lehetnek Jézus példái is. Azért bontottuk 5 napra, mert minden nap valamiben lehetnek példái, valamiben követhetik Jézust. Az első napban például arról volt szó, hogy beszédben hogyan lehetnek példái Jézusnak, tegnap arról volt szó, hogy a viselkedésben, ma pedig a szeretetről. Holnap jön a tisztaság, és a végül a csúcspontja az egésznek a hitnek. Tehát a hét arról szól, hogy igenis, ma is lehet követni Jézus. Jézus hív minket, hogy kövessük őt, és ezek a pici kis palánták, akik itt ülnek, hogy igen, hogy értsék meg, hogy ők is lehetnek példák, és őket is követhetik mások. Minden napnak van aranymondása is, ami egy olyan idézet a Bibliából, ami szintén kapcsolódik a napi témához. Persze minden nap egy imával indítunk, plébános atyával, aztán énekelünk, és akkor következik 2 jelenet. Az első jelenet, az mindig a bibliai jelenet, ami kapcsolódik a mai témához, ahol gyerekek találkozhatnak Pállal és Timoteusot. Tehát Timoteus az, aki képviseli a gyerekeket, és ő szeretne megtanulni valamit Páltól. És utána jön egy tanítási rész, ahol már egy másik jelenetben, ami kicsit közelebb áll a modern korhoz, és át van írva a gyerek szájra, a gyerek ízre, hogy megértsék, hogy miről is volt szó az első jelenetben. Tehát ők hogyan tehetik ezt, tehát hogyan lehetnek példák. Mai aranymondás? Mai aranymondás, hogy senki se szerethet jobban, mint az, aki életét adja barátjáért. És ez Jézus Krisztusról volt szó. Erre próbáltok rávezetni a gyerekeket, hogy Jézus mindenkit szeretett a világon, tehát nem tett különbséget a jó, meg a rossz között, a kicsi, meg a nagy között, tehát mindenkit feltétel nélkül, sőt, azokért jött le a világra leginkább, akik valami csintalanságot vagy rosszaságot követtek el, és mielőtt ugye meghalt a kereszten, meg bocsánatot is kért az apjától, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Arra próbáltak őket rávezetni, hogy nem elég mondani, hogy én szeretek valakit, hanem ha igazán szeretek valamit, akkor teszek érte valamit, úgy, hogy Jézus is, hogy életet adta értünk. És ilyen apró kis cseprő mozdulatokkal minden nap valami picit, és minden nap picit többet tudok tenni a másikkal, és úgy fejezem ki a szeretetemet. Egy ilyen szőlőfürtöz hasonlítottok ma az egészet, tehát, hogy Isten, ami táplálékunk, Jézus a földünk, ahonnan táplálkozunk, mi vagyunk az a kis vennyige, kis-kis szülőtő, amin aztán ugyan levelek nőnek, és együtt, de csak akkor, hogyha együtt vagyunk Isten meg ember, meghozzuk a gyümölcsöt, ez a szeretet gyümölcse, ez a bizonyos szőlő. És csak akkor lesz édes, hogyha Jézus érleli őt. Ezt a gyerekek is megértették, azt, hogy mennyire fontos a szeretet, és milyen meghatározó szerepe van az életünkben. Hát beszéltünk, hogy minket az Isten szeret, hogy ki minket szeret, hogy minket szeret, hogy az úgy megcsinálni, hogy hadd minket szeressenek, hogy utána ölelgetni, puszilni, utána jó tárgyakat csinálni. Mi kell ahhoz, hogy szeressenek téged szerinted? Hát ahhoz kell jól viselkedni, ahhoz kell mást is szeretni, hogyha téged is szeressenek. És a jó Isten szereted? Igen, nagyon. Miért? Mert a Jóisten minket teremtett, és az egész világot. A mai téma volt a szeretet, és olyan keresztet csináltunk. Mi van ezen a kereszten? Az van írva, senki sem szeret jobban, mint az, aki élet adja barátaért, János 12:13. És ez mit jelent neked? Senki sem szeret jobban, mint a Jóisten? Isten, igen. És ezt érzed, ezt a szeretetet? Vagy hogy érzed ezt? Mikor érzed? Amikor napsüt, szép az idő. A két szívből és az összekötő keresztből álló kézimunkát valamennyi gyerek elkészítette. A szöveg jelentése mindenki számára más. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életet adja barátaért. János 15:13. És ki az, aki a legjobban szeret? Isten. Miért gondolod ezt? Mert ő teremte a világot, és ő értünk halt meg, mert ő adta nekünk az életet. Jól érezted magad a mai nap? Igen. Miért? Játék volt, énekeltünk sokat, játszottunk, meg csináltunk ezt a keresztet. Nekem itt nagyon tetszik. Mi majd csináltunk olyan szívecskét, az
az olyan, hogy szeretjünk Istent, és nem csak azt, amit mi akarjunk. És itt van írva, hogy senki sem szeret jobban, mint az, aki életet adja a barátaiért. Miért jöttél el ebbe a táborba? Hogy megtudni Istent a sokkal, és hogy kell szeretni még mindent. Ezek a szívecskék is itt készültek a gyakorlati foglalkozáson. Látszólag egyszerűen elkészíthetőek, igazából komoly odafigyelést és kézügyességet igényelnek, és ami még fontosabb, hogy a gyerekek magukkal tudják vinni, mint egy emlékeztetőül mindarra, ami a bibliai táborban zajlott velük. Minden nap egy bibliai részt megjelenítenek, minden más állomáson is élik, megtanulják, mint aranymondást, és itt még elkészítik is, mert ezt hazavihetik, és bármikor kinyithassák, és eszükbe jut, hogy mit is tanultak, és mit mond hozzájuk a Szentírásból az Isten. És így próbáljuk megismertetni az Isten szavát velük a Biblia által. A mai téma is a Biblia, és egy ilyen könyvecskét készítünk, amiben van egy bibliai rész, és amit megtanulnak és hazavisznek magukkal minden nap. Mit csináltak az előző napokon? Minden nap csináltunk valami mást. Volt olyan, hogy lépés Jézus után, volt egy olyan kereszt, ami el volt rejtve a szívek között, és az isteni szeretetről szólt, hogy kinyissuk a szívt, és akkor lássuk, hogy ott belül a kereszt, hogy annyira szeretett minket az Isten, hogy az egyetlen fiát ad, miértünk adta, hogy örök életünk legyen. És ezt így megtanuljuk a gyerekkel, és megcsináljuk, és akkor kézbe viszik haza. A játék sem maradhatott ki az ötnapos programból. Ez a fokozott összpontosítást igénylő csoportos játék a gyerekek egyik kedvence lett. Minden állomáson játszunk, vagy kézműveskedünk, ez most így helyzettől függ, és mindenhol tanulnak valamit. Most például így együttműködni próbálnak, figyelni egymást. Nem mindig sikerül, de azért most tanulják, és vannak játékok, amik tanítanak valamit, szóval ki kell rakni egy szót. Most egy ilyen kis lapocskákon kell gorítani egy ilyen üveggolyókat, és a lényeg az, hogy minél hamarabb és minél több golyót tudjanak átgorítani. Itt igazából figyelni kell egymásra és a játékra, mert ugye nem elég csak állni és bámolni. Szóval itt inkább a figyelemre. De ugye a csapatmunka már itt is próbálnak így együttműködni. Utána jön egy ilyen futós, koncentrálós, egyensúlyozós játék, utána még egy egyensúlyozó, csak ott már nem te egyensúlyozó, hanem ketten párba egy lufit, szóval nehezítünk utána. Keresés, nagyon szeretnek szaladgálni, játszani, kiabálni, mint mindenki. Milyen szellemben viszonyultok a gyerekekhez, hiszen ez biblia tábor. Mint a testvérekhez, szóval, hogy ha kell, akkor nyilván szigorúak vagyunk, de igyekszünk minél kevesebbet kiabálni. Az Isten ott van? Tehát az Isten hit ezeken a napokon, ezekben a játékokban, ebben a táborban? Okvetlenül ott van, szóval másról nem lehet szó. Mi mindig ott van, mindig említjük nekik, és csomó dalocskát is éneklünk, ami nagyon tetszik, meg hogy mutogatjuk is, és közben talán még nem fogják fel, de egy nagyon fontos információ megy az. És remélem ott is marad. Mi ez az információ, ha meg kell fogalmaznom? Hogy figyeljünk egymásra, másokra, és próbáljunk szeretni mindenkit, még akkor is, hogyha elég nehéz, meg hogy idegesít, vagy talán valami rosszat tett, de a szeretet az mindig ott kell, hogy legyen. Te miért jöttél el ebbe a táborba? Hiszen már nem lenne fontos, tehát lehetne utazni a Balatonra is. Jaj, hát én nem tudom, én szeretek a gyerekekkel lenni. Kicsik, ordítanak, de azért bennük van ez, hogy minden nap oda mennek, átölelnek, és az, hogy csináltál nekik valami fontosat, ez szerintem egy nagyon jó élmény, szóval örömmel jövök. Minden bizonnyal a gyerekek is így éreztek. Ezt jelzi az is, hogy a tábor végére nem lemorzsolódásról lehetett beszélni, hanem arról, hogy egyre többen jöttek és ismerkedtek a Biblia tanításával.